Miközben tehát a svéd gyerekek agyát azzal tömik, hogy itt Magyarországon két lábbal tapossák a demokráciát, aközben meg azt várják, hogy azok, akiket azzal vádolnak, hogy tapossák a demokráciát, szavazzák meg az ön NATO-tagságukat. Hát ha valaki nem érzi, hogy ez egy dilemma, akkor nem ezen a világon él. Brüsszel és Kijev gyakorlatilag összeesküdött a közép-európai országokkal szemben. Az Európán kívüli világban ezt a magyar álláspontot nagyon becsülik. Tehát Európán kívülről nekünk nagyon szurkolnak. Köszöntöm a kedves nézőket, én Kacsó Dániel vagyok, ez pedig a Mandiner külön kiadása, nevezzük Mandiner Extrának, és köszöntöm Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki éppen New Yorkban van az ENSZ egész hetes közgyűlésén. Köszöntöm, miniszter úr! Köszönöm szépen a meghívást, jó napot! Miniszter úr, ha megengedi, egy-két tisztázó kérdést tennék föl előzetesen, amelyek részben kapcsolnak természetesen az ENSZ közgyűlésen elhangzottakhoz. Először is van egy friss értesülése a Foreign Policy-nek, miszerint októberben a magyar parlament ratifikálhatja a svéd NATO csatlakozást, de hogy ennek vannak bizonyos feltételei a magyar kormány részéről, mi igaz ebből, mit lehet erről tudni? Szeretem ezt az okoskodást. Azt hiszem, hogy mindaddig, amíg a ratifikációra sor nem kerül, addig minden héten legalább 3-4 szakértői véleménnyel előrejelzéssel találkozhatunk majd, amely mind arról fog szólni, hogy mikor fogunk ratifikálni. A helyzet az az, hogy se a Foreign Policy, se senki egyrészt nem tudja, nem is tudhatja, hogy mikor ratifikálunk, az csak a magyar parlamenti képviselők tudják. Pontosan a magyar parlamenti képviselők dönthetnek arról, hogy ez mikor jön el. Számtalanszor elmondtuk, hogy a kormánynak semmifajta feltétele nincsen, hiszen a kormány a maga részéről elvégezte a munkáját. Tehát mi aláírtuk az előterjesztést, a parlament számára elérhetővé tettük, beterjesztettük a javaslatunkat, tehát innentől kezdve kizárólag a Magyarország gyűlésen múlik, hogy mikor dönt a svédek NATO csatlakozásának ratifikálásáról. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy azért a svéd barátaink nem segítőkészek ebben az ügyben. Mire gondol? Hát arra, hogy azért érdemes azt a dilemmát figyelembe venni, hogy miközben a magyar parlamenti képviselőket az ügyben nyomasztják, hogy végre ratifikáljanak, addig az elmúlt években sorozatosan arról hallhattunk, hogy mennyire antidemokratikus, diktatórikus, autoriter a magyar politikai rendszer. Tehát gondoljunk bele, a Fidesz parlamenti képviselőinek egy jelentős többsége 4-5, akár 6 ciklus óta is ott ül a parlamentben. Ez azt jelenti, 4-5-6 már megnyerték a saját választ kerületükben a parlamenti választást. 4-5-6 valódi kampányban, a terepen, valódi emberektől valódi szavazatukat kaptak. És ehhez képest azt kell hallgatniuk, hogy néhány száz kilométerrel északról, meg valakik, akik valószínűleg soha nem jártak itt, vagy ha jártak is, akkor nem tájékozódtak kellőképpen, arról beszélnek, hogy ez egy diktatórikus rendszer. És hogy az a rendszer, amelyben ezek a parlamenti képviselőink mandátumot nyertek 4-5-6, az nem demokrácia. Na most én azt gondolom, hogy ezután senki se csodálkozzon, hogy a magyar parlamenti képviselők, akik még egyszer mondom, valós választáskon, valós emberektől valós szavazatokat kaptak, azok így inzultába érzik magukat, és várnak valami fajta gesztust vagy biztosítékot arra, hogy ez a jövőben nem fog megtörténni. Ugye született egy oktató videó is, ami felborzolta a kedélyeket a magyar viszonyokról, állítólag svéd iskolásoknak vetítik le, és hát hasonló viszonyokat írnak le ebben a videóban, mint amit miniszter úr is említett. Ezek után egy bocsánatkérés lenne elvárható, az hozná helyre a kapcsolatot mondjuk a magyar parlamenti képviselők, Fidesz frakció, illetve a svéd állam között? Hát nézze, ezt annyiszor kérdezték már svéd kollégák is, hogy akkor most mit várunk, és akkor mindig mondom, hogy mi semmit nem várunk, a kormány semmit nem vár. Nekik kell eldönteniük, hogy mi az, amivel egyfajta, hát hogy is mondjam, egy biztosítékot tudnak adni arra, hogy a jövőben nem állítják a magyar parlamenti képviselőket egy olyan méltatlan helyzet elé, hogy miközben követelnek tőlük valamit, aközben azt állítják, hogy amit ők csinálnak, az nem is demokratikus. Tehát most itt van ennek az oktató videónak is a kérdése. Hát nézze, itt gyakorlatilag ugye elmondják, hogy Magyarországon a demokrácia az elmúlt 10 évben milyen drámai módon csúszott vissza. És állítólagosan, ugyebár
hiteles szereplőktől kaptak erre információkat, meg bizonyítókokat, ami nyilvánvalóan nonsens. Na most miközben tehát a svéd gyerekek agyát azzal tömik, hogy itt Magyarországon két lábbal tapossák a demokráciát, aközben meg azt várják, hogy azok, akiket azzal vádolnak, hogy tapossák a demokráciát, szavazzák meg az ő NATO-tagságukat, hát ha valaki nem érzi, hogy ez egy dilemma, akkor nem ezen a világon él. Tehát én azt gondolom, hogy a svédeknek be kéne fejezniük ezt a típusú viselkedésüket. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan mértékű tiszteletlenség Magyarországgal, a magyar emberekkel, a magyar demokráciával szemben, aminek az elviselése az nem kérhető számon a magyar parlamenti képviselőkön. Ha már feszültségek, azt is úgy tűnik, legalábbis a hírek alapján, hogy az egyébként Ukrajnát szinte mindenben támogató Lengyelország és Ukrajna között szintén nagyon komoly feszültség van kibontakozóban. Ugye ez minket is érint, ez a bizonyos gabonaexport tilalom ügye, amit az Európai Bizottság feloldott, viszont az érintett országok, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia fenntartaná ezt az intézkedést. Itt perel fenyegetés van és hasonlók, de most már a lengyel vezető politikusok már odaig mennek el, hogy közös programokat mondanak le ukrán kollégáikkal. Hova vezethet ez a feszültség? Nézd, szerintem érdemes megnézni azt, hogy honnan is indult ki ez az egész. Ugye van két a világ élelmiszerellátása szempontjából fontos ország, Oroszország és Ukrajna, amely háborúban áll egymással, így az élelmiszeripari exportjuk, azon belül is a gabona exportjuk jelentős mértékben visszaesik. Ez nyilván nekik jelent egy problémát, de még nagyobb problémát jelent azokban az országokban, ahol viszont várták vagy várják ezeket a szállítmányokat. Tehát afrikai, közel-keleti országok egy jelentős része az élelmiszerellátásának biztonságát az Ukrajnából és per vagy Oroszországból érkező gabonaszállítmányokra alapozta. Na most bocsássó, miniszter, Ukrajna... ha egy pillanatra tisztázó kérdés, ebben nem akadályozzuk az ukránokat, hogy eljussanak ezek a szállítmányok, ha jól tudom. Például a Szudánban, amiről szó volt az ENSZ közgyűlésen, ön is felszólalt ebben a vitában. Igen, és pont ezt akarom mondani, hogy ezek a gabonaszállítmányok kiesést jelentenek, és nagyon komoly élelmiszerellátási nehézségeket okoznak mondjuk afrikai országokban. Na most mi volt itt az elhatározásunk? Miután kiderült, hogy a Fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodás nem tud működni, ezért megnyitottuk a tranzitútvonalainkat. Tehát a lengyelek, a szlovákok, mi, a románok, a bolgárok megnyitottuk a tranzit útvonalakat saját magunkon keresztül, annak érdekében, hogy az ukrán gabona a lengyelországi, horvátországi, romániai, bulgáriai kikötőkbe eljusson, és ott behajózzák őket, és elvigyék szépen Szudánba, meg a többi afrikai országba, ahol erre szükség van. És erre megvan a lehetőség. Tehát itt az a szemtelen az egészben, és ebben a szemtelenségben Brüsszel és Kijev gyakorlatilag összeesküdött a közép-európai országokkal szemben. Itt az a szemtelenség, hogy azt állítják, hogy az eredeti megállapodásnak az volt a célja, hogy az ukrán gabona Közép-Európába jöhessen. Hát egy nagy frászt. A megállapodás az arról szólt, hogy a közép-európai országokon keresztül el tudjon jutni az ukrán gabona az azt váró afrikai országokba. Szó se volt arról, hogy ők elárasztják Közép-Európa piacait az ukrán gabonával, tönkreverve a gazdálkodóinkat, a gazdáinkat, a mezőgazdasági vállalkozásokat. Hát itt van például Szudán esete, hogyha már voltál kedves erre utalni. 3,5 millió eurót. Tehát több mint 1 milliárd forintot adtunk tavaly arra, hogy a Gabonát Ukrajnából nevű kezdeményezés keretében 10 000 tonna gabonát küldjenek el Ukrajnából Szudánba, hogy az ott éhség küszöbén álló emberek élelmiszerellátása meg legyen oldva. 9 hónapja adtuk oda a pénzt. 9 hónapja. És még ma is az ukrán hatóságok engedélyére vár a World Food Program, amely ugye az ENSZ szervezet, aminek le kéne bonyolítani a szállításokat. 9 hónapja odaadtuk a pénzt a magyar adófizetők pénzéből, és mind a mai napig nemhogy 10 000 tonna, 1 gram gabonát nem szállítottak el, ezért a több mint 1 milliárd forintunkért, mert az ukrán hatóságok még mindig nem adtak engedélyt. Na most kérdezem én, akkor miért is vannak felháborodva azon, hogy a közép-európai országok nem akarják importálni a gabonájukat? Hát azért, mert a kereskedők, a nagy nemzetközi kereskedők inkább Közép-Európában adnák el
ezt a gabonát, mert ott tudnak rajta nagyot keresni, és nem akarják elküldeni azokba a szegény afrikai meg közel-keleti országokba, ahol a kiesés az adott esetben éhínségekhez vezethet. Tehát itt van egy nagy profit hajhászás a gabonakereskedők részéről, Közép-Európa piacait el akarják árasztani, ott jól meg akarják szedni magukat, közben Afrikában éheznek, a magyar meg más közép-európai gazdálkodóknak, meg gazdáknak meg szétverik a megélhetését. Most itt vannak a lengyelek, akikhez fogható segítséget szerintem kevesektől kaptak az ukránok. Tehát a lengyelek aztán tényleg mindenben és minden túl is segítik az ukránokat, egy csomó áldozatot vállaltak ezért. És az ukránok képesek beperelni őket. Képesek beperelni őket azért, mert megvédik a saját gabonapiacukat, miközben az eredeti megállapodás, tehát az, hogy a lengyel kikötőkbe elvigyék az ukrán gabonát, azt tartják. Azt tartják. Úgyhogy ez egészen elképesztő szerintem. Érkezett már olyan ukrán reakció, talán valamelyik kormányzati szereplő részéről, hogy válaszul, kvázi reagálva a magyar és a lengyel intézkedésre, magyar, illetve lengyel termékek Ukrajnába való kivitelét akadályoznák meg, zárnák le a határokat, kvázi, minthogyha ugyanazt tennék, mint mi tesszük velük. Ez jogilag lehetséges-e? Tud-e már elő esetleg a magyar külügyminisztérium, hogy érkezett-e ilyen jelzés, mit tudnánk mi erre lépni, hogy áll ez az ügy? Hát szerintem az ukrán döntéshozatalban viszonylag kevés vagy kicsi szerepet játszik, hogy jogilag mi megengedhető, meg mi nem, mert hogyha nagyon érdekelnék őket a nemzetközi jogszabályok, akkor például 2015 óta nem vagdosnák vagy vagdosták vissza volna a magyar nemzeti közösség jogait. Tehát szerintem az, hogy nemzetközi jogilag mi megengedhető, meg mi nem, az ukrán kormányzatot a döntéshozatal szempontjából kevésbé érdekli. Tehát én nem tudom, azt nem zárom ki, hogy az ukránok adott esetben importkorlátozást vezessenek be magyar, lengyel, szlovák termékekre, terményekre vonatkozóan. Nyilván majd akkor meg fogjuk fontolni, hogy milyen válaszlépés szükséges, de hát azért ne felejtsük el, hogy egy fontos döntés előtt áll az Európai Unió az ősz folyamán, amikor majd arról kell dönteni, hogy Ukrajnával az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások meginduljanak-e, és ugye nekünk van itt egy világos pozíciónk, hogy mindaddig, amíg a magyar nemzeti közösség jogait ők vissza nem adják, addig itt mi nem tudunk beleegyezni a csatlakozási tárgyalások megindításába, de azért majd érdekes lesz a lengyel, szlovák meg egyéb álláspontokat megnézni, amikor dönteni kell, hogy a csatlakozási tárgyalások megindulhatnak-e adott esetben egy olyan országgal, amely korlátozásokat tart fenn Európai Uniós országokkal szemben. Tehát az egész helyzet az azt mondom, hogy teljesen ilyen alpári, tehát hogy hogyan is állhatott ez elő, ez egészen kétségbejtő szerintem. Két kérdés következik számomra ebből. Egyrészt, hogy ugye a lengyelekkel a háború által megtépázott történelmileg is jó viszonyunk egy kicsit javulhat-e, és itt behoznám, hogy a migrációval kapcsolatban is egyre határozottabb álláspontok mentén támadják és kritizálják a brüsszeli irányvonalat Varsóból, illetőleg változhat-e az Ukrajna mögötti támogatás, a nemzetközi kiállás mértéke az ilyen konfliktusok révén. Ez rögtön túin van, elnézést. De nagyjából összetartozik a két kérdés, tehát szerintem helyén való őket egyben kezelni. Tehát volt egy visegrádi külügyminiszteri találkozónk most hétfőn itt New Yorkban, és ott mindenki azt az álláspontot képviselte, hogy a visegrádi csoport együttműködését fenn kell tartani, aktívnak kell lennünk, és hogy mindannyiunk nemzeti érdekeit azt szolgálja, hogyha azokban a kérdésekben, ahol egyetértünk, ott képviseljünk közös álláspontot és lépjünk fel együtt, mert az eddigi track record, az eddigi tapasztalat az azt mutatja, hogy együtt olyan dolgokat voltunk képesek elérni, amelyeket külön-külön egészen biztosan nem tudtunk volna. Tehát például, hogy itt a migrációt említetted, a kötelező letelepítési kvóták ma azért nincsenek az Európai Unióban, mert annó megharcolt érte a négy visegrádi miniszterelnök, ráadásul úgy, hogy a négy teljesen különböző pártcsaládhoz tartoztak. Tehát jól látszik, hogy amikor érdekazonosság van, akkor a nemzeti érdek az diktálja, hogy a visegrádi csoport országai a leghatározottabban dolgozzanak együtt. És a helyzet az, hogy a visegrádi csoportban a háború előtt sem értettünk egyet mindenben. Hogy is értettünk volna egyet mindenben? Négy különböző országról beszélünk, négy szuverén ország, amely bizonyos kérdésekben nyilván ellentétes, vagy különböző álláspontot, vagy megközelítést alkalmaz. De volt egy konszenzus közöttünk, hogy független attól, hogy bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, azokban az ügyekben, ahol viszont egyetértünk és érdekünk az együttműködés, ott együttműködünk. Tehát mi mindig jól el tudtuk szeparálni egymástól ezt a kettőt. Most ugye ez azért kicsit nehezebb, mert az a kérdés, vagy az az ügy, amiben némiképpen eltérő megközelítést alkalmazunk, az most a nemzetközi politika legfontosabb és leglátványosabb
kérdése. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy hétfőn is érezhető volt egy teljesen más hangulat, tehát mindenki arról beszélt, hogy a nemzeti érdekünk, ahol egybevágott, ott együtt kell működnünk. Na most, hogy Ukrajna támogatottságára mindez milyen hatással van, nyilván minden összefügg mindennel. Tehát én azt gondolom, hogy Ukrajna még egy-két ilyen akciót végrehajt, és akkor, ha nem is a kormányok Európában, de az európai emberek azért sok kérdést fel fognak tenni, hogy akkor biztos, hogy ez a feltétlen és mindenre kiterjedő és akár saját magunknak is kárt okozó támogatási módszer maradjon-e fent, vagy azon érdemes finom hangolni. Ugye Zelenszky elnök úr is részt vett az ENSZ közgyűlésén, és ahogy láttam legalábbis talán a BBC vagy a CNN beszámolóját, mert nem emlékszem, igen komoly vastapsot kapott. Milyen volt a háborúval kapcsolatos hangulat, érzület ezeknél a felszólalásoknál? Ugye nagyon sok állami vezető, köztük Novák Katalin magyar államfő is felszólalt, vagy éppen Joe Biden amerikai elnök, akiről majd lenne még egy bónusz kérdésem, de összességében a háborúval kapcsolatos, vagy az Ukrajna és az Oroszország közötti konfliktussal kapcsolatos lehetséges válaszok, akár a béketárgyalások, tűzszünet, milyen hangsúllyal kerültek esetleg szóba? Nézd itt az ENSZ közgyűlés, ugye itt van mindenki, majdnem 200 ország képviselői. Itt ki is használjuk mi, akik külpolitikával foglalkozunk, ezt az időt arra, hogy a lehető legtöbb találkozót bonyolítsuk le, mert itt 20-30 perc alatt azért alapvető kérdéseket meg lehet beszélni, nem kell értük utazni egy-másfél-két napot, tehát itt egészen koncentráltan le lehet folytatni ezeket a nemzetközi tárgyalásokat. Én magam is már számos külügyminiszterrel tárgyaltam az elmúlt két és fél napban, és a következő két és félben is majd még legalább ennyivel. És az világosan látszik, hogy Európán kívüliekkel, mert nyilván az európaiakkal találkozunk minden héten vagy hónapban, legalább egyszer-kétszer. De szóval az látszik, hogy a világon mindenütt a békét várják. Tehát most már kezd mindenkinek elege lenni abból, hogy van egy konfliktus Európában, amelynek az árát az egész világ fizeti. Tehát tőlem azt kérdezik az afrikai, ázsiai, latin-amerikai külügyminiszter kollégák, hogy nekik mi közük van ehhez. Tehát, hogy miért van az, hogy Európa képtelen úrrá lenni a saját biztonságát fenyegető kockázaton, és ahelyett, hogy izolálta volna ezt a háborút, a hatásait globálissá tette, és több ezer kilométerre Ukrajnától az infláció az egekben van, az energiaellátás veszélyben van, az élelmiszer árak jelentős mértékben megemelkedtek, azt kérdezik, hogy nekik mi közük ehhez? Meddig kell ezt még elviselni? És azt sem értik, hogy az hogy van, mondjuk a világ valamely pontján fegyveres konfliktus tör ki, akkor az Európai Unió szokott lenni az első és a leghangosabb, aki arról oktatja a háborúban lévő feleket, hogy azonnal abba kell hagyni, azonnal tárgyalásokat kell kezdeni, békét kell kötni. És most, hogy Európában van a háború, ezeknek a nem európai szereplőknek ez sajnos nem alap nélkül úgy tűnik, mert úgy így is van, hogy az Európai Unió meg inkább tüzeli a konfliktust, és ahelyett, hogy abba az irányba menne, hogy békét teremtsen, még inkább meghosszabbítja a háborút, és az eszkaláció veszélyét hozzák magukkal az európai intézkedések. És éppen ezért a magyar pozíció, amely ugye a békére törekszik, és amely szerintem az egyetlen morálisan tartható pozíció, mert ugye abból indul ki, hogy emberéleteket kell menteni, ez nemzetközi szinten hatalmas megbecsültségnek örvend. Tehát ezek az Európán kívüli kollégák nagyon nagyra becsülik ezt a béke mellett kiálló magyar álláspontot. Nekik is azért érdekük a béke elsősorban, mert a saját életüket nehezítette meg a háború. Világos. Azért viszont úgy tűnik, hogy a mi szövetségi rendszerükön belül nem annyira lelkesek a magyar állásponttal kapcsolatban. Ugye a Putyin-bérendségtől az óvatosabb kritikákig hallhatunk kifogásokat a magyar kormány politikájával kapcsolatban. Joe Biden, amerikai elnök azt mondta, hogy Oroszország vethet véget, igaz, azonnal a háborúnak. Ugye a magyar álláspont szerint viszont Amerika is kell ehhez. Mit reagál, vagy reagálsz, hogyan látod az ezzel kapcsolatos kritikákat, és ezek hogyan jelentek meg esetleg off the record, mármint itt a szövetségi rendszeren belüli kritikákra gondolok az elmúlt napokban Magyarországgal kapcsolatban? Hát nézd, az amerikai elnök nagyon szerény ember, tehát nyilván ezért nem említette azt, hogy ő lenne a másik, aki véget tudna vetni ennek a háborúnak gyakorlatilag pillanatok alatt. Teljesen evidens, hogy a nyugatról érkező fegyverszállítmányok nélkül ez
ennek a háborúnak a meghosszabbítása az nem lenne fenyegető. Tehát most persze egy bonyolultan fogalmazom. Szóval az biztos, hogy a nyugatról származó fegyverszállítmányok azok jelentős mértékben hosszabbítják a háborút, és a nyugatról származó fegyverszállítmányok azok a háború eszkalációs veszélyét növelik. Minél több fegyvert szállítanak nyugatról Ukrajnába, annál több ember fog meghalni. Minél több fegyvert szállítanak nyugatról Ukrajnába, annál később lesz béke. Igaz, de bocsánat, hogy közbevágok, igen. Csak ilyenkor szokott jönni az a kérdés, de ha nem mennének a fegyverek és a támogatás, Oroszország már elfoglalta volna Ukrajnát, és ez morálisan is kifogásolható álláspont. Persze, mert a területi integritás és szuverenitás elvéhez ragaszkodni kell. Ez így van. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a kommunikációs csatornákat azért is kell nyitva tartani, hogy a béketárgyalásokat meg lehessen indítani. Tehát nyilvánvalóan itt egyszerre kell csinálni mindent. A fegyverszállítmányokat leállítani, tűzszünetet kikövetelni, béketárgyalásokat megkezdeni. De az, hogy nem beszélünk egymással, és itt is arról van szó folyamatosan az európaiak között, hogy nehogy beszéljünk az oroszokkal az ENSZ közgyűlés hetén, nehogy beszéljünk a belaruszokkal az ENSZ közgyűlés hetén. Hát hol beszéljünk egymással, hanem itt az ENSZ-ben. Tehát én azt gondolom, hogy az ENSZ, annak a közgyűlése az a lehető legjobb alkalmat kínálja arra, hogy a békét elősegítő megbeszélések megkezdődjenek, mert az ENSZ az nem egy baráti társaságként lett létrehozva. Az ENSZ nem azért hozták létre, hogy az úgymond like-minded, tehát az hasonlóképpen gondolkozó országoknak legyen a klubja. Van ilyen, van az Európai Unió, a NATO, azok ilyen szervezetek, ahol a like-mindedok gyűlnek össze, de az ENSZ az pont azért jött létre, hogy a világ összes országa itt tudjon lenni, és akik rosszban vannak egymással, akik konfliktusban állnak egymással, akik háborúban állnak egymással, azok is tudjanak egymással valahol beszélni. Most ehhez képest a háborúban álló országok számára platformot biztosító ENSZ közgyűlésén is arról beszélünk, hogy miért ne beszéljünk egymással. Tehát az egész szituáció ilyen teljesen elvadult. Tehát én azt mondom, hogy a fegyverszállítmányok a háború eszkalációs veszélyével járnak, fegyverszállítmányok helyett békét kéne hozni a térségbe, és az amerikai elnöknek pedig beszélnie kéne az orosz elnökkel. Tehát szóval nézd, én azt gondolom, hogy mindkettőjükön nagy felelősség van, mert hogyha vennék a fáradtságot ahhoz, hogy a büszkeséget kicsit félretolva beszélnének egymással, akkor lehet, hogy már megoldódott volna ez a helyzet. De ehhez beszélni kell egymással. Az orosz fél részéről ki van most ott jelen New Yorkban, és te is utaltál rá, hogy mikor, ha nem most, Lavrov külügyminiszterrel lesz-e most alkalom ezekben a napokban akár leülni, illetőleg van-e ennek most így értelme magyar részről, mert ugye számíthatsz rá, hogy ezek után azért lesz némi kritika özön. Igen, hát nézd, most mi lehet annál súlyosabb, mint hogy a nagy tekintélyű Európai Parlament is megkritizált azért, hogy elmentem Minskbe. Jól láthatóan még itt vagyok, ugyanabban a fizikai állapotban, mint a fenyítés előtt, tehát nagyon engem ezek nem szoktak zavarni, mert én nem a mainstreamnek akarok megfelelni, hanem a nemzeti érdeket akarom érvényesíteni, és a nemzeti érdek itt az, hogy a kommunikációs csatornák maradjanak nyitva, és legyen minél előbb béke, és ha ez egy kicsit is hozzá tudunk járulni, akkor szerintem azt meg kell tenni. A Szergej Lavrov kollega, Wang Yi kollégát, a kínai külügyminiszter kollégát fogadta Moszkvában tegnap vagy tegnap előtt, valamikor majd most megérkezik ide New Yorkba, és pénteken fogunk találkozni, holnap pedig találkozom a belorusz kollégával, és mind a két találkozón erőteljesen fogom képviselni természetesen a béke álláspontját, azzal, hogy konstruktív ügyekben, olyan ügyekben, amelyeket nem korlátoznak szankciós intézkedések, természetesen folytatjuk az érdekalapú együttműködést, a racionális együttműködést. Ez nyilván az egyik a legfontosabb ezek közül az energetika, ahol ugye akár Paks bővítése kapcsán mindenképpen együttműködésre vagyunk kötelezve, vagy kényszerülve, vagy ki hogy látja Oroszországgal, de lehet hallani arról, hogy a franciák is beszállnának, még inkább involválódnának ebbe a fejlesztésbe. Ezek az arányok hogy alakulnak, lehet-e már ezt látni? Mindig szoktam mosolyogni olyankor, amikor
úgy tálalnak egy-egy kérdést, mint az, ami fantasztikus újdonság lenne, és ha én csak végignézem azt, hogy én hányszor beszéltem róla mondjuk az elmúlt egy évben, akkor azért abból kijön egy elég magas szám. Tehát az, hogy a paksi beruházás egy nemzetközi projekt, ezt mi nagyon sokat mondtuk, csak senki nem akarta meghallani. Ugye mindenki, ugye a nyugati mainstream, hogy akarja ezt beállítani, hogy ez egy orosz projekt. Ugye jön a Rosatom és atomerőművet épít Magyarország, de a helyzet nem így néz ki. Ez egy nemzetközi projekt, amelyben a franciák, a németek és az amerikaiak is érdekeltek, mert az irányítás technikai rendszerre vonatkozó tendert azt már nagyon régen megnyerte a francia Framatom és a német Siemens közös pályázata. Ugyanígy a turbina és alkatrészek szállításánál a GE-nek lesz nagy szerepe, amelyik pedig egy amerikai vállalat. Most az más kérdés, persze, hogy a német kormány nem akarja engedni a Siemensnek, hogy ide Magyarországra szállítsa az irányítás technikához szükséges eszközöket, ami egy egészen elképesztő támadás az energiabiztonságunkkal szemben, mert itt nem arról van szó, hogy a Siemens Oroszországba akar vinni valamit, hanem Magyarországra akar hozni valamit, ami a magyar energiabiztonságot fogja erősíteni. Ráadásul az oroszok és a franciák a nukleáris energia terén nagyon szorosan együttműködnek egymással. Nagyon szoros. Tehát a Framatom és a Rosatom között van egy nagyon szoros együttműködés, ami helyes. Mert vannak kérdések, amiket nem szabad átpolitizálni. Tegnap voltam Houstonban, ugye, mert a Magyar űrprogram keretében lesz majd magyar űrhajós jövő év végén, 2025 elején megy a nemzetközi űrállomásra, az erről vonatkozó szerződést írtuk alá, ott megnéztem az irányítóközpontot, hát ott a lehető legszorosabb orosz-amerikai együttműködés van. Hát a nemzetközi űrállomáson orosz és amerikai űrhajósok dolgoznak együtt. Houston és Moszkva között folyamatosan élő a kapcsolat. Hát ugyanígy van ez a nukleáris energiában is, hát ne várjunk csodákat. Az oroszok és a franciák, mint a nukleáris energia vezető országai, az orosz és francia vállalatok, mint a világpiac vezető vállalatai, természetes, hogy együttműködnek egymással, és remélem, hogy ez így marad a jövőben is, és maradhat is, hiszen a nukleáris iparra nem vetett ki szankciókat az Európai Unió. Tehát az, hogy lesz francia részvétel a Paks 2-ben, az természetes. Az, hogy pontosan mekkora, ezt most még megmondani nem tudom, mert ez nagy mértékben függ attól, hogy a Siemensnek a szerepvállalása hogyan alakul, és a Framatom mennyiben tudja átvállalni a Siemens szerepét, de jelentős francia részvállalás lesz a Paks 2 építésében. És ez az oroszok, és az oroszokkal való lehető legszorosabb együttműködésben valósul meg. Gondolom, ezekről elítélő nyilatkozatok nem születtek az ENSZ közgyűlésen, de mi várható még a következő hát a napokban is egyáltalán? Egyáltalán azon túl, hogy van lehetőség párbeszédre, legalábbis elvi lehetőség és gyakorlati lehetőség is van, mivel zárul egy ilyen közgyűlés, és milyen következményei lehetnek, akár jogilag, nemzetközi jogilag majd a következő időszakban? Tehát lehet-e érdemi hatása a kommunikációs téren túl az ENSZ közgyűlésnek? Hát nem szeretnék hiábrándítani én senkit, de hogyha nem jönnek létre olyan találkozók itt kétoldalú lapon, amelyek adott esetben képesek kimozdítani a gödörből egy-két oda beragadt nemzetközi ügyet, akkor kézzelfogható eredménnyel ezúttal sem tudunk majd számolni szerintem. Ugye nincs itt az orosz elnök, nincs itt a kínai elnök sem. Ez azért jelentősen behatárolja a lehetőségeket. Ugyanakkor külügyminiszteri szinten a tárgyalások folyhatnának, hát egyelőre ennek még kevés jelét látjuk. De itt azért az Ukrajnában zajló háborún kívül is vannak ám fontos kérdések, mert itt vannak az élelmiszerbiztonsági ügyek, amiről beszéltünk már az elején, Szudánhoz és Ukrajnához kapcsolódóan, de itt van a terrorizmusnak a kérdése. Ugye bár komoly erőfeszítéseket tett a nemzetközi közösség a terrorizmus visszaszorítása érdekében, ezért az eredmények még mindig nincsenek ott, ahol szeretnénk, hogy legyenek. Tavaly is majdnem 7000 ember halt meg terrortámadás következtében. Ráadásul ugye Magyarország szerepvállalása itt kifejezetten nagy elismerésnek örvend, hiszen New York után Budapesten van a második legnagyobb terrorizmus ellenes központja az ENSZ-nek, miközben egyébként az ENSZ költségvetése a terror ellenes költségvetésnek csak a 3%-át állja, a többi 97%-ot innen-onnan a tagállamoktól kell önkéntes alapon összeszedni. Szóval azért van itt baj, tehát az, hogy az ENSZ tudja-e
beteljesíteni azt a szerepet, amelyet korábban neki szántak az alapításkor, az azért az eléggé, hogy is mondjam, hát bizonytalan, hogy milyen választ lehet adni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség és kincs, és meg kell őrizni, hogy az ENSZ maga, mint szervezet létezik, mert hogyha az ENSZ nem létezne, akkor valóban nem lenne olyan platform, ahol a világ minden országa legalább egyszer összegyülekezne egy évben, és legalább az elvi lehetőségét kínálná annak, hogy valami fajta megoldást találjunk égető problémákra. Kicsit visszaugorva, csak röviden kérdezném még, hogy ugye említettem, hogy a magyar államfő is felszólalt, tartott egy rövid beszédet a közgyűlésen. Ennek a fogadtatásra lennék még esetleg kíváncsi, mert ugye nagyon hangsúlyosan azért a magyar álláspontot képviselte, nyilván egy picit máshogy fogalmazva azért néhány mondatot, de nem tudom, hogy ilyen esetben akkor milyen reakciók érkeznek akár a színfalak mögött személyesen, vagy ott a nagy közgyűlés előtt egy ilyen beszédet. Szédre, ha egyáltalán. Hát nézd, igen, az Európán kívüli világban ezt a magyar álláspontot nagyon becsülik. Tehát Európán kívülről nekünk nagyon szurkolnak, hogy legyünk sikeresek Európában, és az európai álláspont kicsit igazodjon a magyar irányába. Ugye a helyzet az, hogy hogy mit gondolunk a háborúról, az nem különbözik a fősodortól, vagy attól, amit Európa összességben gondol. Mert azt gondoljuk a háború, hogy rossz, azt elítéljük, és a háború befejezésére szólítunk fel. Tehát a háború megítélésében nincs különbség. Különbség abban van, hogy hogyan gondolkozunk arról, hogy hogyan lehet béke. Mert ugye miközben azt mondják a nyugati szövetségeseink, hogy a békekötéshez szükséges körülmények most nem jók, de idővel majd javulhatnak, ez szerintem egy teljes tévút, ez egy zsákutca. Mert természetesen a béke kötéshez szükséges körülmények nem jók, mert háború van, de jobbak, mint lesznek holnap. Tegnap még jobbak voltak, mint ma, de ma jobbak, mint holnap lesznek. Azért, mert minden egyes nappal még több ember hal meg, minden egyes nappal még nagyobb a rombolás, tehát az tévhit szerintem, hogy majd a csatatéren úgy alakul a helyzet, hogy a békekötés körülményei jobbak lesznek. Soha nem lesznek jobbak a békekötés körülményei, azok csak rosszabbak lesznek, mert minden egyes nappal mélyebb a konfliktus, minden egyes nappal több ember hal meg, és minden egyes nappal nagyobb a pusztítás. Tehát azok, akik azt mondogatják nekünk, hogy várjunk, mert majd jobb lesz a helyzet, azok csak a háború meghosszabbításának felelősségét vonják magukra. Ennyi súlyos dolog után igazából talán egy percünk maradt még itt a beszélgetésre. Egy kis csipetnyi bulvárt engedj meg, a bejárta magyar sajtót egy cipővásárlás. Szijjártó Péter bement egy cipőboltba, és az a mondat, amit a bankkártya vagy készpénz kérdésre mondtál, hogy csak készpénz, az meg címekben is megjelent. Ezt kifejteni ide röviden, de mégis bővebben, hogy miért csak készpénz? Hát már levettem a kártyámról a pénzt, hogy készpénzzel tudjak fizetni a boltban. Ez azért nem egy olyan nagy varázslat szerintem. Tehát, hogy is mondjam, az, hogy én cipőt vásárolok, értem, hogy ez egy hír, szoktam, tehát mezitláb ritkán látnak, ebből az fakad, hogy cipő van a lábamon, azt meg kell venni. Na most cipőt a cipőboltból, ahogy mondta a régi reklám, tehát ahogy a múltban, ugye a jövőben is fog cipőboltba menni, ez egészen biztos, és egészen biztos, hogy a bankkártyámról levett készpénzzel fogok fizetni. Egyszerűen jobban szeretem, általában készpénzt szoktam használni, fölveszem a bankkártyámról, és kifizetem vele, amit ki kell fizetni. Annak örülök, hogy ez egy ilyen hangsúly, vagy hogy is mondjam, visszhangot váltott ki, mert örülök annak, hogyha egy fiatal magyar vállalkozó nagy teljesítményét be tudja mutatni a magyar nyilvánosságnak. Hatalmas dolog, hogy valaki fiatalon vállalkozni, mert ráadásul ilyen bátran vágja bele a fejszéjét valamilyen fába, mint ahogyan a Balázs, remélem, hogy sikeres lesz a vállalkozása. Egész biztosan megyek majd még oda, mert a gyerekek nagyon szeretik a Jordan cipőket, én is szeretem, úgyhogy majd fogunk még vásárolni egészen biztosan. Remélem, hogy kevesebb kísérettel, mint tettem azt legutóbb, mert azért jobban szeretek úgy menni cipőboltba, hogy ennél azért kevesebben vannak velem, mint akkor voltak. Akkor emögött nem a készpénz eltüntetése miatti globális aggodalom húzódott meg a mondat mögött, hanem egy egyszerű praktikus magyarázat. Igen, az ember a cipőboltba megy, és készpénzzel szeretne fizetni, ebből az olyan geopolitikai következtetéseket szerintem még nem érdemes levonni. Tegyünk így, viszont nagyon köszönöm a beszélgetést, és további jó tárgyalásokat kívánok. Nagyon köszönöm én is, szervusztok!